Köszönjük az F-osztálynak a műsort. Következő műsorként tekintsétek meg az A-osztálynak a műsorát. Köszönjük a kedves nézőket! Én Várhegyi Márk vagyok. Én pedig Berkes Andrea. Következnek a nap legviccesebb hírei. Pászton hastánc fesztivál tartottak. A csoportvezető, a híres Csakira, aki az Irigy Hónajmirigyel dolgozik együtt. Már ez magában is hihetetlen, de riporterünk utána járt, és még több élményekkel teli produkciót látott, hogy mit, az mindjárt kiderül. Kapcsoljuk riporterünket! Jó napot kívánok! Igen, a hír valóban igaz, valóban itt tölti napja is Shakira. Éppen most tartanak egy próbát, ugyanis a sikeres fellépésük után még több fellépésre kaptak még meghívást. Pillancsanak bele abba a kis részletbe! Csak rám várnak a Mónika show-ban. Azt kaptam a szülinapomra, hogy kivittek a betonos útra. Világít a számban a megró, kedvenc tüstülőm az útra. Van egy csizmám, jobb mint a fateré, és a fészelben az öreg ringa. Azzal járok a madaras Tesco-ban, így rám a sok szomszéd. Már az Móniban is biztos, hogy volt a jelen, és a már ismernek titeket, ti vagytok az Irigy Hónajmirigy. Kérlek, meséljetek, milyen volt Shakirával a munka, milyen volt veled? Ez a Shakira nagyon nagynak viszi magát, de akkor is, ez a mi számunk nélkül, ez nem valósulhatott volna ilyen tökéletesre. Én nagyon élveztem az extravagáns csípő mozdulatokat, valamint azt se felejtsük el, hogy bevezetett minket a rúdtánc rejtelmeibe, mi pedig megtanítottuk őt a negrót jól szopogatni. Köszönöm, fiúk, az élménydús interjút, visszakapcsolunk a stúdióba. Ó, már adásban is vagyunk. Következő hírünk, hogy kínai cserediák előadást tart a virágok átültetéséről. A fizikó biztibi, a fizikó hon, első lépésként, ahhoz, hogy az agy hozzáférhető legyen, skalpolni kell a fejből. A fincsi kiki, majd a fejből a hajat is el kell távolítani. Ja, a fincsi kóhon, ehhez így, meg kell ragadni. A fincsi stíg, a pokóhon, majd ha hozzáfértünk az egyik agyhoz, fincsi tó, felemeljük, a fincsi kicsi tó, és beletesszük a soldozat tartalmazó tartályba. Plöcs. Plöcs. A fincsi kóhon, majd ha hozzáfértünk a másik agyhoz is, fincsi tóhon, azt is úgy szintén belerakjuk a soldozat tartalmazó tartályba. Plöcs. Plöcs. A fincsi potinó rossi, a narcissi, a pokóhon. Fontos még elmondani, hogy a férfi páncélos koponyájából női koponyába helyezzük át az agyat, majd fordítva. Ja, a fintikófófó. Ha? Ezt a műveletet gyors. A fintikófófó. Határozott mozdulattal kell elvégezni. A hófófófó. Majd ha meggyőzöttünk arról, hogy az agyak precízen vannak behelyezve. Fintikófó. Zárjuk az agyat. Következő hírünk a Gólya program.
szeptemberben sok új gólya repült be a Mixed Kálmán gimnáziumba. Most megmutatják, hogy próbálnak szányra kapni elődeik segítségével. Kapcsoljuk riporterünket élőbe! Már legtöbben tapasztalhatták a gólya életet, de most nézzük meg a legifjabb gólyákat. Most szeretném tudni, hogy tudtok-e verset. Ha igen, akkor nem lesz büntetés, ha nem, akkor 10 fekvő támasz helyett 20-at kell. 13. A, hojjoj, ők hojjoj, osztályunk összekovácsolói. Hojjoj, ha végzősök, ők a hojjoj. Hojjoj, ha más nem, egy dolgot hojjoj, biztosan 100%-os hojjojra elérték. Hojjátnak a hojjoj, a 13. A! Egy kis tornával folytatjuk, gyerekek. 10 fekvő támasz. Egy, kettő, három. Mi az, nem tudsz háromnál tovább számolni? Még 10. Egy, kettő, három, 4, 5, 6. Jó, elég. Fussatok egy nagy kör. Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilade oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezdve, olvassa egy gyógyszerészet. Alá Patricia tudósított a Pásztori Művelődési Központból. Köszönjük, hogy minket választottak. Én nagy jó szórakozást kívánok. A műsort az F-osztálynak. Most... A-osztálynak, elnézést. Most következik a végzős osztályok műsora. Ehhez viszont megkérnék végzős társainkat, hogy vezessék be a gólyákat a színpad elé. Köszönjük! Siketek is nagyon hallók számára a műsort a Teletext 888. oldalán feliratkozzunk. Köszönöm szépen!
régi. Királyom, bejelentem. A haladtak létszáma szigorúan maraton nő. What the fuck? És mi erre a magyarázat? Ötletek? Gondolom, mert azt nem tudom. És a bűnfájt, ott mi a hely? Hát, ott a helyzet, mi megváltató. A problémára megoldás, csak egy jó snyit. És honnan szerezik élni? Üdvözlöm kedves nézőinket, Csakó! A nevem Luigi, tisztán látó. Nyugodtan hívjanak bármilyen problémájukat, mi biztos, hogy közösen meg tudjuk oldani. A telefonszámunk 0690-603-333. És nyugodtan hívhatják a kollégáimat is. Üdvözlégy, Anima! Jó napot kívánok! Anima vagyok, én is várom a hívásaikat. Jósol a kártyából vagy gömbből is, hívjanak nyugodtan! És fogadják szeretettel másik kollégámat, Esmeraldát, aki csakratisztító és energiaküldő. Nyugodtan hívhatnak engem, vagy akár kollégáimat is. Segítünk megoldani önnek a problémáját. És hopp, már van is egy betelefonáló. Haló, haló! Haló! Haló, kezét csókolom, kivel beszélek? Haló, Elzsike vagyok, és 1904. március 7-én születtem. És szerencse, pénz, energiát, ha megtenné kedveském, hogy küldene nekem? Igen. Küldeni fogom azonnal, már megy is, és mivel ön a 10.000. betelefonáló, ezért megkapja tőlem ezt a szerencse angyalkát, amit teli holdkor 10.000-szeres energiával töltöttem fel. Itt az óra, hogy az ön életébe is bevonuljon a pénz és a szerencse. Hívjon most, ne halassza későbbre. Ma a bőség kapuja megnyílik, és megszabadítjuk önöket a rontásoktól és a negatív energiáktól. Hívjon most! Telefonszámunk 0690-603-333. Kedves nézőink, búcsúzunk önöktől. Ne feledjék, holnap is ugyanígy, 6 óra tájékán találkozunk. És ne feledjék, küldöm önöknek az energiákat. Hozzatok ide egy ilyen, de azok! Én vagyok a király!
Béla. Már posztra ültök, de benne se vagytok a dahabomban. Kifelé azonnal tülés, tülés, két perc pihenőt, amíg fölkészülünk a műsor további folytatására. Köszönöm.